ahogy itt lehet kivászni a himnuszt meg ilyeneket. De jó! Na hát jó, most ez különösebben nem izgat. Jó. Akkor a főváros venni fog repülőket. Aha. Ez több ház kell. Jó. Nos, akkor a repülő lehetővé teszi velünk nekünk, hogy Telmajlival beszélgessünk egy kicsit. Üzletelgetésről szerintem. Javaslom kereskedelmi útvonalat. Zrinyó ünnepel, ezért több a bevétele. Hol vannak a repülők? Áh, jönnek. Vagy nem? Nem tudom. Ez mi? Én nem értem. Aha. Aha. Uha. Jaj, szegény Telmajli. Hát ez már liláké lesz, nem baj, majd beszélgetünk velük. Kékország. És akkor megnézzük Szrinyót. Ide előtte... Fővárosban szerintem ezeket a tornyokat be kéne helyezni. De lehessenek problémák. Rendben. Itt minden torony megvan. Nincs rá szükségünk, hogy a hozzátok hasonló apró civilizációkkal kereskedjünk, nem! Wow! Oké. Ti akartátok. Végül is ti problémátok lesz. Csak aztán ne sírjatok, hogy majd megeszünk titeket. Következő. Ide is teszünk. Tornyot. Minden olyan nép megjelenik a kommunikációs panelen, amely egyetlen városnál többet birtokol. Vidd a kurzort egy-egy nemzet ikonja fölé, és láthatod kapcsolatotok státuszát, megjelenítheted jelenlegi hozzáállások okait, vagy kapcsolatba léphetsz velük a kommunikációs készüléket segítségével. Rendben. A civilizációjuk értetlenséggel tölt el minket. Mik a szándékaik? Szükségünk van a haderejükre. Harcolnak a mi oldalunkon? Melyik város? Ki tudnánk segíteni egy kisebb összegért cserébe, mondjuk 3200 púra dollárért? Jól van, akkor munkára fel! Országom túl nagy és határain túl közel vannak, ezért nem szeretnek, viszont kereskedő vagyok, ezért szeretnek. Jó. Sárgák. Már órák óta meritálunk, de nem tudjuk eldönteni, hogy barát vagy, vagy ellenség. Mire volna szükséged? A haderőtökre. Rá se ráncs. Ja, sejt. 3200 sport dollár. Oké, okay. Köszönöm. Thank you.
Hát szó mi szó, nem állunk rosszul. Ladnak. Megvan minden. Akkor Gergelyben biztos, hogy nincsenek még meg ezek a tornyok. Nagyon menő tornyok. Aztán tolnak benne még. Kell torony. Tolnak a legnagyobb városunk, szerintem. Rendben. Hát ez kész. Keskedem, valamit javaslom. Megpróbáljuk pirosékkal megbeszélni, hogy békével legyünk. Nincs rá szükségünk, hogy hozzátok hasonló apró civilizációkkal kereskedjünk, nem? Bocsi. Akkor fője levedbe. Hát jó. Hát akkor... beszélgetünk veletek egy kicsit. Kereskedelmi útvonalat javaslunk. A háborúk már eléggé mennek, de van még remény arra, hogy én legyek a legjobb. Nincs szükségetek ránk. Nagy lelkű ajándékainkért kaptunk 9 pontot. Hozzunk ajándékot. Mindig is bízom az idegenek nagy lelkűségében. Rögtön jóba vagyunk. Hoppá! Na, próbáljuk meg még egyszer. Kereskedelmi útvonalat javaslok. Pompás? Hát akkor kereskedjünk. Ojjaj! A gimbuszok háborúznak. Piros ország nincs többé. Kékország elfoglalta Zagyai városát. Tolnak ünnepel ezért több a bevétele. Gyerünk. Ladnak ünnepel ezért több a bevétele. Rendben. Engem most az érdekelne, hogy végre tudunk-e kereskedni? Jó. Adok pénzt. Neked is adok pénzt. És már is szeretnek. Na, adjunk még.
Kék ország a szövetségesen? És Ego ország is a szövetségesen lett. Alakulunk. Győztünk! Verődjünk egy bondába, hogy a világ egy szintként dobogjon. Reméltem, hogy egy nap még csatlakozol hozzánk. Kékország nincs többé. Megszűnt szövetséges sárga ország népével. Ezen dolgozni kell. Nézzük csak. Országom túl nagy és határaim túl közeliek, emiatt most nem nagyon szeretnek. Viszont hiszünk benne, hogy a világot segítő jó erő vagy. Mire van a szükséged? Egy kis ajándék. Csak hogy szövetségesek legyünk. Egyik város a támadás alatt áll. Mert hogy? Szépen lassan fejlődnek a városok. Rendben. Győztünk! Verődjünk egy bandába, hogy a világ egy szívként dobogjon. Éljen! Uralod az egész világot! Ha felkészültél rá, hogy az anyabolygón túli kihívásokkal is szembenéz, kattints a tovább gombra. Kattints ide és indítsd el a saját űrkutatási programodat. A laborba kerülsz, szóval megtervezted a hajórat az első útra. A birodalmat bármelyik városában vagy gyarmatán változtathatsz rajta a későbbiekben. Evolúciós történetet során hozott döntéseid alakították ki folyad identitását az űrkorszak beköszöntére. Egyedi jellemzőid nem csupán járulékos képességeidben mutatkoznak meg, de egy új eszközt is köszönhetsz nekik űrhajód arzenáljában. Hát rendben. Nézzük végig, hogy alakul a sorsunk. Hát rendben. És megkaptuk a bárdot. Mi katonaiak lettünk. Mert? A katonai civilizációk fegyverjékben és nyers erőkben bíznak. Minden rendelkezésükre álló eszközzel más civilizációk megsebesítésén munkálkodnak. A bárdok pedig segítenek nekünk. Hát jó. Félem gimbuszok, az űrállomást megnyitottuk. Építsünk egy űrhajót. Egy ilyen patkó repülő. Egy ilyen leszálló kapszulával.
külső erő. Fura. Könnyen lépj. Funkciós panel. Kell még könnyen lépj. Nehéz landolás. Futómű. Rakétaszerűség. Hát ez nagyon merész. Hó, még víz. Jó. Hogy? És akkor mitől fog úgy kinézni, mint egy röpcsi? Rendben. És akkor kell rá egy ékszelő. Na vagy próbmester. Kauterizátor. Jó, egy ilyen pici is. Orgonális. Strange. Rendben, ennyi elég lesz most már. Aha, ez lesz az. Szuper. Gimpus. Spaceship. És hát akkor elérkeztünk az űrfázisba. A következő részben ezzel fogjuk folytatni. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Pityu Geri voltam. Sziasztok. Városunk boldognak tűnik. És nagyon jó a termelésünk. Tök jól jön a pénz. Ez tetszik?